Európa szerte egyre több közlekedési balesetet okoznak mobiltelefonozó sofőrök. Ez alól Magyarország sem kivétel, pedig a KRESZ egyértelműen tiltja a vezetés közbeni telefonálást. Az európai kampány során elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik, de nagy hangsúlyt kap a menet közbeni csetelés, közösségi oldalon élőben való bejelentkezés és a szelfizés is. Vezetés közben mobilozni, pláne csetelni, szelfizni, live-ozni elképesztően felelőtlen és veszélyes. Erre kér mindenkit a rendőrség, hogy ne csak a fokozott közúti ellenőrzése tekintettel mellőzze ezt az életveszélyes szokást. A kampányhoz csatlakozott a Szerencsi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya is. A rendőrök szerint már akár az óránkénti 50 kilométeres sebesség során is életveszélyes közlekedési szituációkat okozhat a sofőr, ha néhány másodpercre nem az útra és annak környezetére figyel, gyorsabban haladó gépjármű esetében pedig mindez hatványozottabban igaz. Az ilyen figyelmetlenség legtöbbször gyalogos gázoláshoz és ráfutáshoz balesetekhez vezethet. Itt főként mobiltelefonok, egyéb elektromos eszközök menet közben történő használata, illetve olyan mindennapi cselekvések, amik elvonják a vezetéstől a figyelmet. Ilyen lehet akár, hogyha valaki étkezik, vagy iszik az autójában menet közben, vezetés közben. Ez mind-mind elvonhatja a figyelmet, és ez átételesen, vagy akár közvetlenül azt eredményezheti, hogy balesetveszélyes helyzetbe kerülünk, és esetleg nem jól fogjuk lereagálni azt a szituációt. Ugye a mobiltelefonok veszélyeiről külön nem kell beszéljek, ez mindenki előtt közismert. Én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben talán egy kis előrelépés történt, bár nagyon-nagyon sokan vezetnek mai napig is úgy, hogy kézben tartott mobiltelefont használnak, de ahogy az autók cserélődnek, egyre több autóba már be van építve a kihangosító, és azért az a tapasztalatunk, hogy ahol már be van építve a kihangosító, ott azért az emberek ezt használják. Tehát ugyan nagyon lassan, de átmegy a köztudatba az, hogy ezzel balesetveszélyt tudunk kiküszöbölni, hogyha használjuk ezeket a készülékeket. Természetesen ugyanígy tilos a volán mögött például az okostelefonon keresztül történő internetes böngészés, üzenetírás, vagy éppen az SMS-ezés. Ugyanakkor a sofőr menet közbeni telefonálása szabályos, ha nem kézben tartja a készüléket, hanem rögzítette azt az autóban és kihangosítót vagy fülhallgatót használ a beszélgetéshez. Amennyiben nincs az autójában gyárilag beszerelve kihangosító szett, ezek a szettek most már nagyon olcsón megvásárolhatóak, Bluetooth-szal mindenféle telefonhoz, mindenféle rendszerű telefonhoz kapcsolódnak, és nem az a 6-8 ezer forint lesz az, ami megtakarítódik azáltal, vagy nem ezt a 6-8 ezer forintot lehet nyerni vele, hogyha nem okozunk balesetet. Az ellenőrzéseket a Szerencsi Rendőrkapitányság a Szerencsi Rendőrkapitányság legforgalmasabb útjaira tervezte. Gyakorlatilag itt Szerencsvárosa, Tokaj városa, a 37-es és a 38-as számú főút volt az, amire az ellenőrzéseinket összpontosítottuk. Gyakorlatilag azt tapasztaltuk, volt olyan, aki menet közben mobiltelefonált, ők ugye megkapták a fix összegű bírságot, hogyha valaki arra kíváncsi, akkor 10 000 forint helyszínbírsággal jutalmazzuk a menet közben mobiltelefont használókat, ez fix összegű kötött bírság. Tapasztalatunk volt, hogy az ellenőrzés minden napján sikerült ittas vezetővel találkoznunk, annak ellenére, hogy a média valóban széles körben mögé állt a Tiszpol ellenőrzésnek, és tényleg a hírekben, a híradásokban mindenütt elmondtuk, és mindenütt hallható volt az, hogy kint vannak a kollégák az utakon, és hogy mit fogunk ellenőrizni. Illetőleg nagyon sokan a biztonsági övet nem használták. Volt jelentősebb mértékű szabálytalan személyszállítás, illetve szabálytalan teherszállítás, valamint vontatás is, amivel a kollégáink találkoztak. Ha a sofőrnek mindenképpen telefonálnia kell, álljon meg szabályos helyen és intézze el a hívást ilyen formában. A rendőrség felhívja a járművezetők figyelmét, hogy az utak biztonságáért, a balesetek elkerüléséért a legtöbbet maguk a közlekedők tehetnek azzal, hogy a szabályokat betartva, türelmesen egymásra odafigyelve, toleranciát és empátiát mutatva vesznek részt a közlekedésben. Tegyünk azért, hogy mindenki épségben hazaérjen.